Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! A következőkben a Draftosaurus című játékkal fogok foglalkozni, melyben a játékosok egy állatkertbe dínókat pakolgatnak. Én Gyűri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! A Draftosaurus a játék doboz tanulsága szerint egy 15 percig tartó kettőt játékos részére optimalizált 8 éves kortan ajánlott társasjáték viszonylag egyszerűbb játékszabályokkal. Gyertek, fussunk át rajtuk! A Draftosaurus című játék lényege, hogy a játékosok a saját állatkertjüket dínókkal töltsék fel. Két fordulón át tart a játék, minden fordulóban 6-6 dínót húznak majd egy húzózsákból. Összesen 6féle dínó van a játékban, ezeknek nincs külön szabálya, viszont maga az állatkert bizonyos szabályokkal rendelkezik, vannak bizonyos kifutók, és a kifutóknak a természetéhez próbál meg alkalmazkodni a játékos. Ennek a játéktérnek van két oldala, van egy picit haladóbb, illetve van egy picit bevezetőbb, mindenképpen a játékosok ugyanazzal az oldala fölfelé játszanak a játékban. A játékszabály előírja, hogy bizonyos játékos számtól függően dínókat kell eltávolítani ebből a húzózsákból, illetve a kétfős játéknak is van egy icipici kis variáns, erről majd egy kicsit később beszélek. Tehát a húzózsákból mindegyik játékos húz 6 dínót. Fontos tudni, hogy ezeket a kihúzott dínókat a játékosok tartsák úgy a kezükben, hogy a többi játékos ne lássa meg, most a szabálymagyarázat miatt pakoltam ki az asztalra. És mindig van egy aktív játékos, aki dob egy dobókockával. Ez a dobókocka, ez lehelyezési szabályokat kommunikál, és az érdekessége ennek, hogy aki dobott a dobókockával, ő rá nem, viszont mindenki másra érvényes az a bizonyos kidobott szabály, hogy hova pakolható le a dínó, illetve hogy hova nem. A játékos látja tehát a markában tartott dínókat, és ezekről dönt, hogy egyet a dobókocka dobásának értelmében hova szeretne lepakolni. Abban az esetben, hogyha a játékos egy ilyen KB szimbólumot dob, akkor a dínópartnak a megfelelő oldalára, esetünkben a bal oldalára lehet csak dínót pakolni. Hogyha a játékos egy ilyen toalett szimbólumot dob neki, akkor csak a jobb oldalra lehet pakolni, vagy ilyen kő szimbólumot, akkor csak az ilyen narancssárgás részre lehet pakolni dínót. Abban az esetben, hogyha egy erdő, akar egy ilyen fa szimbólumot dobott volna ki, akkor az északi, azaz az erdős részre lehet csak pakolni. Abban az esetben, hogyha egy ilyen T-rexet dobna ki a játékos, akkor T-rex mellé egy olyan kifutóba, ahol már van Tyrannosaurus rex, nem pakolható dinó, és abban az esetben, hogyha egy ilyen mancs áthúzó szimbólumot dobna ki a játékos, akkor mindegyik másik játékosnak egy olyan helyre kell tenni egyet a kezében tartott dinó közül, ahol nincs dinoszaurusz. Pici apróság, hogy 6 helyszín van, 6 kifutó, de van egy folyó is, ami nem számít kifutónak, oda bármikor pakolható dínó, és minden oda tett dínó egy pontot ér. Gyorsan átfutok ezeken a lehelyezési szabályokon. Van egy kifutó, ami az azonos fajtájú színű dínókat szereti. Minél többet pakol ide a játékos, annál több pontot kap a játék végén. Hogyha sikerül 6-ot ide pakolni, ez 24 csinos pont, ez nem is a necim, de azonos dínókat kell pakolgatni. Van egy kifutó, ahol 3 dínót kell pakolni, többet nem lehet, viszont 3 teljesen mindegy, hogy milyen színű dínó, 7 pontot ér. Itt most engedjük el, hogy húsevő, nem húsevő, ez most ebben a játékban ez most teljes mértékben mindegy. Van egy kifutó, ami viszont azonos párokat keres, minden egyes idetett pár 5 pontot ér, és ezeknek azonosoknak kell lenni. Akkor van egy érdekes kifutó, ami azt mondja, hogy ez egy vállalás. Ide tesz a játékos egy dínót, és ezzel azt mondja, hogy az adott dínótípusból, az adott színű dínóból neki lesz a legtöbb. Ez egy verseny a többi játékossal, amit a játékos maga vállal. Van egy kifutó, ahol különféle dínókat kell pakolgatni a játékosnak. Hogyha már ide tett egy ilyen zöldet, akkor ide zöld már nem tehető, és nem fontos, hogy balról jobbra kell tölteni ezt a bizonyos kifutót. Ide a játékos, hogyha egy dínót tesz, ezzel azt állítja, hogy neki egyetlen egy ilyen dínója lesz, ami ebben a kifutóban található, hogyha ez teljesült, akkor az 7 pont. Tehát például a kokáért, hogyha ide betenne a játékos a T-rexet, és máshol is található T-rex, akkor ez nem ér 7 pontot. A T-rex egy különleges szabálya rendelkező dínó, egy pontot kap a játékos minden kifutó után, ahol T-rex található. Ez maximum 6 tud lenni, viszont érdemes sakkozgatni ezekkel a dínókkal, mert nem biztos, hogy a leválogatás rendszerre lehetővé teszi a játékosnak, hogy az előre kialakított kis szabályát, vagy előre kialakított stratégiáját tudja majd tartani. Tehát mindegyik játékos a kezébe kapta ezeket a dínókat. Van egy játékosunk, aki dob a dobókockával, ő ezt a bizonyos szimbólumot dobta ki, ami meglehetősen egyszerű teljesítmény, mert nincs dínó letéve a parba. Mindegyik játékos valami belső indítatás alapján lepakolgatja ezeket a dínókat.
Ez a játékos azt mondja, hogy jó, mivel egyszerű teljesíteni ezt a történetet, ő is ide a különbözőségre megy. Ezután minden játékos a kezében tartott dinókat a baloldali szomszédjának adja, és a dobókocka is vándorol. A játékos, akihez került a dobókocka, dob a dobókockával. Most ő számára nem, viszont a másik két játékosnak él a szabály, hogy csak az állatkert jobb oldalán lehet pakolni. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, ő szeretné ide egy T-rexet pakolni. Ő, mivel bárhova tehető, azt mondja, hogy jó, ő szeretne azonosokkal menni, neki az a megérzés, hogy ebből a kis rózsaszín dínóból sok lesz. Ez a játékos pedig alkalmazkodik ehhez a szabályhoz, és azt mondja, hogy gyorsan ráharap a dínóra. A dínó, akkor a T-rex az jó kis pontot ér majd a játék végén, úgyhogy rá is tartod erre. Vándorolnak a dínók, ez a bizonyos draft rendszer, és vándorol a dobókocka is. A játékosunk dob ezzel a dobókockával, mindegyik játékosnak kivéve neki az erdős részre kell pakolgatni. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, ő nagyon örül, mert tudja folytatni a kis rózsaszín sorát. Őre nem vonatkozik ez a bizonyos szabály, azt mondja, hogy jó, ő szeretne minden egyes kis kifutóba T-rexet pakolgatni, mert az jó kis pontot ér majd, ő berak ide egy T-rexet. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, ő szeretne elindulni ő is egy kis azonosság szabályával, vándorolnak a dínók, és vándorol a dobókocka is. És itt bejön az a bizonyos kis memória elem a játékba, érdemes figyelni a játékosoknak, hogy mi ment át, mit adtam tovább, mi az, ami még játékban lehet. Tehát aki nagyon figyel, ő előfordulhat, hogy szépen lassan rálátása lesz, hogy pontosan milyen dínók vannak, és az alapján próbál meg ügyeskedni a letétellel, a dínók lehelyezésével. Ez a játékos dobott egyet. Mindegyik másik játékosnak a megfelelő helyre kell pakolgatni. Ez a játékos nagyon boldog folytatja a megkezdett kis set collection-jét, gyűjteményét. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, ő bízik abban, hogy ki tud majd a játék végére gyűjteni három dínót a megfelelő helyre. Ez a játékos pedig azt mondja, hogy jó, ezt a különbözőség pontozást szeretné bővíteni. Vándorolnak a dínók, és vándorol a dobókocka is. Ez a játékos dob a kockával. Egy olyan helyre kell tenni a másik két játékosnak, ahol nincs dínó. Nos, ez trükkös, őre ez nem vonatkozik. Meglehetősen boldog ez a játékos, azt mondja, hogy ebből a zöldből neki egyetlen egy lesz. A másik két játékosnak pedig muszáj egy dínótlan helyre pakolni. Ő azt mondja a játékos, hogy ő ide szeretne tenni. Nem biztos, hogy ez a legjobb döntés, csak hogy megmutassak egy ilyen példát. Ez a játékos pedig berak ide egy dínót, vándorol. Az a bizonyos dínókészlet mindenki balra adját, ez a játékos dob a dobókockával. Azt mondja, hogy olyan helyre kell tenni, ahol nincs T-rex. Ez egy nagyon fontos kocka oldal, mert a T-rexeket érdemes meglehetősen gyorsan lepakolni a plusz egy pont miatt, mivel ez nem egy kifejezetten pontcsalád, tehát nem ontja a játékosokra a pontot a játék, ez egy meglehetősen trükkös történet ez. Ez a játékos ez lezárja a történetet egyszerűen ide, ő is ide szeretne tenni egyet, ő pedig azt mondja, hogy jó, ő folytatja ezt a bizonyos kis gyűjteményt. Véget ért az első forduló, mindegyik játékos húz újra 6 dínót, vándorol a dobókocka, és így megy még egy forduló, amíg minden egyes dinót le nem pakolgatnak a játékosok. Ezután a játékosok összeszámolják a különböző kifutókból, hogy ki hány győzelmi pontot gyűjtött, és aki így a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte, ő nyeri meg a Draftosaurus című játékot. Abban az esetben, hogyha ketten játszátok a játékot, akkor a játék nem kettő, hanem 4 fordulóból áll. A forduló elején ugyanúgy 6 dinót húznak a játékosok, viszont amikor leszednek egy dinót, akkor rögtön ki is dobnak egyet a játékból. Tehát egy fordulóban csak 3-3 dinót fognak lepakolni, ezért van a 4 forduló, tehát ugyanúgy 12 dinoszaurusz talál majd helyre a játékosnak az állatkertjében, csak egy picit nagyobb a ráhatása a játékosoknak, és egy picit így egyenlíti ki a játék két játékos esetén ezt a bizonyos draft rendszert. Abban az esetben, hogyha haladónak érzik magukat a játékosok, akkor játszhatnak a másik oldallal. Itt felváltva kell pakolgatni dínót ebben a kifutóban, akkor van egy ilyen iker kifutó, azonos párokat kell a két oldalra pakolgatni, itt ugye a lehelyezés szabálya az, ami meglehetősen trükkös és fontos, hogy külön kifutónak számít, tehát ebben az esetben így ez egy pár, ami 6 pont a két T-rex miatt, de összesen 8 pontot számolunk, mert külön kifutónak számít itt az 1 pont miatt, tehát 1 meg 1 pont az 2, és mivel ők párban vannak, ezért ez 8, úgyhogy egy picit átalakult itt. Ebben az esetben, hogyha ide pakolna a játékos, akkor a játék végén az ide rakott egyetlen egy dínót átrakhatja valahova máshova, ezt a játék végén teheti meg. Itt egy ilyen piramis
piramist épít a játékos, itt a szomszédságot megköti a játékot, nem szabad ugyanolyan dinónak lenni, tehát ebben az esetben, hogyha így építkezik a játékos, akkor az megengedett, és szépen lassan, szépen lassan így töltögetnie kell ezt a bizonyos rendszert ennek a játékosnak, és mondjuk a tetejére tehet ismét a T-rexet, mert ez ezzel nem szomszédos, és így próbál meg pontokat gyűjtögetni játékosunk, hogyha a dobókocka és a lehetőségek is úgy engedik számára. Minden egyes alsó sorban lévő dínó 2 pont, minden egyes középső sorban lévő dínó 4, és a felső sorban lévő király 7 pont, ez a bizonyos kilátó. Abban az esetben, hogyha ebbe a kifutóba gondolkodik a játékos, akkor oda tesz egyetlen dínót, és ezzel lejelöli, hogy a tőle jobbra lévő dínóparban, állatkertben lévő dínók után kap 2 pontot. Tehát, hogyha ide tett egy T-rexet a játékos, akkor érdemes figyelni, hogy mi van a szomszédnál, mert a szomszédban lévő minden T-rex után annyi pontot kap majd a játékos. Nagyon fontos, hogy ugyanazzal az oldalon játszanak a játékosok, de ez a Draftosaurus című játék gyors, summája, lényege. Mint láttátok, nem kifejezetten komplex történet, és apróság megmosolyogtató, hogy milyen sokan készítették ezt a rendkívül egyszerű élményében, hogyha a gasztronómiai hasonlattal élhetek, picit olyan sütemény hangulatú játékot. Nyom kis nyom, pakolgatjuk a kis dinóinkat, és egyszer csak valaki megnyerte a játékot. Elképesztően rövid. Amikor ketten tettük asztalra, setup-pal, tokkal, vonóval, elpakolással, drágám, mivel játszunk kitalálással együtt, pontosan 15 perc volt a játékidő, nagyon instant, nagyon gyors, és viszonylag ritkaság annak az élménye, hogy úgy vége! Játszottam volna még. 2 fordulóban lepakolgatunk 6-6 dinót. Effektív a játék addig tart, amíg 12 dinót lepakolok, vagy az A a bevezető, vagy a picit komplexebb, és szerintem jobb B oldalra. Ez egy nagyon cuki, kedves, kicsi filler. Aki most ismerkedik a modern társasjátékok világával, találkozhat ezzel a fogalommal, hogy filler, ez a kitöltő játék. Általában rövidebb, könnyebb szabályrendszerű, gyorsan megtanulható, instant játékélményt adó játékok a fillerek, amit általában két nagyobb játék között szoktunk játszani. Végigjátszhatunk egy nagy, komplex master formálását, és mielőtt leülnénk Gaia projektezni, Mivel játszunk? Olyan kis kell, úgy bedobunk egy bizonyos játékot. És ezzel a játékhosszal, ezzel a játékszabály komplexitással, komponens készlettel olyan kis üdítő, olyan kis töltelék játék, ezzel valószínűleg egy nagy játékestét nem fogunk tudni megtölteni. Ez az egész estés élmény. Hát a Draftosaurus nem olyan. Sziasztok! Itt vagyok én is, cuki komponenseim vannak, hát kéne szeretne pici, kedves, különböző színű aranyos dinókat pakolgatni, meglehetősen kedves asztalképre 2 játékos részére. Nagyjából ennyi a Draftosaurus. Tehát amint így komolyabban ülnék nekünk, én akkor most tervezek és kalkulálok, hát úgy nagyjából gyűjtögetek innen pontocskákat, onnan pontocskákat, és a végére tényleg egy alapból színes alkatrészünk, a játékterünk, a kis állatkertünk, dino állatkertünk lesz egy picit színesebb. Szerintem ketten taktikusabb, ketten nekem jobban megérte számolnom, ugyanis a draftban továbbadok, és nagyobb a ráhatásom, hogy mit adok tovább, amikor 5-en játszottuk. Picit olyan nagyon vidámparki hullámvasútnak érződött, kitalálok valamit, de lesz, ami lesz, megy amerre mennie kell. Nagyon kicsi a ráhatásom arra, hogy végül mi jut el hozzám, mert 6 dinóval kezdek, abból végül egy fog visszaérni hozzám, tehát nagyon szűk az a bizonyos ráhatás, hogy pontosan mit kapok vissza. Úgy nagyjából tudok azzal következtetni, hogy igen, próbálják meg ne annyira dinót adni, de ez egy nagyon könnyed kis valami. Ketten azonban szerintem nagyobb a ráhatás, jobban tudom számolni. Ez itt nekem ennyi pontot fog adni. Réka elkezdte gyűjteni a T-rexeket, én azt tettem be pontozóra, úgyhogy nem biztos, hogy tovább akarom adni, tehát egy picit okosabb tud lenni ketten, de összességében ez egy nagyon könnyed, és mérsékelt mélységekkel rendelkező, de nagyon kedves játék. A dínos téma mostanában meglehetősen divatos, nagyon szépen illeszkedik a modern elvárásokban, nagyon rövid játékélmény, és sokan keresik ezt a fajta rövidséget, instant játékélményt, hogy alapvetően kicsi befektetéssel rögtön megszületik valami az asztalon. Sokszor egy nehéz munkanap után nem nagyon szeretnék valami rettetesen komplex játékot játszani, instant dologra vágyom, és szerintem a Draftosaurus egy nehéz munkanap után, esti altatást követően, előtt, még nem kávéztunk be, de már jól laktunk a vacsorától, lehet, hogy alszik a gyerkőc, tökéletes, ideális választás lehet. Köszönöm szépen ezt a társasjátékot a Reflex Shopnak, bízom benne, hogy tetszett ez a rész, hogyha tetszett, akkor kérlek dob egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek keze jusson ez a társasjátékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó dinóparképítést és jó játékot! Sziasztok!